egy olyan sajtótájékoztatóra megyek éppen, ahol Rig Lajos mondja el elképzeléseit az egészségügyről a hármas szám választókörzetben és országosan, különös tekintettel természetesen az ajkai helyzetre. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen visszhangok jutottak el a Jobbikhoz az élelmiszer stopot követően, illetve annak milyen megnyilvánulásai voltak mondjuk a kiskereskedők és a vásárlók részéről, hogyan értékeik ezeket az eseményeket, és azt is megkérdeztük Rig Lajostól, hogy az egészségügyi dolgozók vajon hová tűntek el a rendszerből, illetve hogyan kell értelmezni azt a számot, ami szerint 17 ezeren hiányoznak manapság az egészségügyből. Hallgassuk tehát Rig Lajost! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ez a mai sajtótájékoztatót, mint egy a körzetben élő állampolgár és mint egészségügyi dolgozó tartom, nem úgy, mint egy a kampány időszakban ígérgető politikus. A sajtótájékoztató mai témája az ajkai egészségügyet fogja érinteni. Mivel itt élek, és itt a mögöttünk lévő kórház területén többször is teljesítettem szolgálatot a Covid időszak alatt a Red Zone-ába, ezért saját szemmel tapasztalhattam azokat a problémákat, amiket itt elmondok, és azokra a problémákra a megoldási javaslatokat is önök elé tárok. Azt mindenki tudja, hogy ma országosan az egészségügyi ellátó rendszerből, hiszen ez a hírekben is lejött, 17 ezer egészségügyi dolgozó hiányzik. Ez a hiány sajnos az ajkai egészségügyet is érintette, amelyet kórházigazgató úr sem cáfolt meg, hiszen azt mondta, hogy az országos átlagnak megfelelően hiányoznak itt is az egészségügyi dolgozók. Többször, több helyen, több alkalommal, több politikus is elmondta, hogy szükség lenne az ajkai fertőző osztálynak a felújítására. Ezzel egyetlen probléma adódik csak, hogy ezek csak hangzató szavak voltak és ígéretek, hiszen többször megtörtént már a tervezése, a felújítása, volt pénz is, a tervek is eltűntek, és a pénz is eltűnt. Személyem a garancia arra, mivel az egészségügyi ellátórendszerbe dolgozom, és itt élek, hogy ezek a tervek, ezek nem csak tervek lesznek, hanem megvalósítási fázisban is fognak lépni az elkövetkezendő egy évbe. Terv és cél volt az ajkai mentőállomásnak a felújítása is. Ha visszaemlékezünk, már körülbelül 10 éve minden egyes politikus elmondta itt, hogy az ajkai mentőállomást fel kell újítani. Ezzel az országos mentőszolgálat is egyetért. Tehát a cél az, hogy ez az elképzelés, ez az ötlet, ez a terv, ez a megvalósítási fázisba lépjen. Mint mentő dolgozó tudom innen ígérni, hogy a 2022-2026-os ciklus között ez a felújítás meg fog történni, erre is személyem a garancia. Támogatom a városnak azon elképzelését, hogy a régi fertőző osztály épületét újítsuk fel és bővítsük ki, hiszen az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy a Covid időszak miatt a traumatológia és a neurológia osztályról az ideiglenesen megszűnt, és onnan nővéreket és orvosokat csoportosítottak át más helyszínre. Ágyakat szabadítottak fel a Covid miatt. Ezeknek az ágyaknak a felszabadítására nem lett volna szükség akkor, hogyha egy felújított és kibővített fertőző osztály működik a kórház területén. Teljes mellszélességgel kiállok, polgármester úr, azon törekvése mellett, hogy akár helyszín biztosítsanak egy új fertőző osztály létesítésére, vagy a meglévőnek a felújítására és bővítésére. Az országos egészségügyi program, amelyet az ellenzék, a közös ellenzék megalkotott, a helyi tervek teljesen egybevágnak. De pár olyan dolgot szeretnék még önökkel megosztani, amely az egészségügyi ellátórendszer országos szintű elképzeléseivel kapcsolatos. Egy, ami nagyon fontos, hogy egy önállóan működő egészségügyi minisztériumba gondolkodik az ellenzék. Az egészségügyi szakdolgozóknak a bérének a rendezése,
és ez egyszeri 50%-os bértámogatásról szól, és nem a 2018-as alapot említeném, hanem 2022-es alapbérnek az 50%-os megemelésére. A várólistáknak az azonnali csökkentésére van szükség, ezt úgy lehet elérni, hogy a teljes volumen korlátot azonnal eltöröljük, illetve az egészségügyi ellátórendszernek a finanszírozását más elképzelések talaján kell megvalósítani. A HBC pont rendszer teljesen átalakítjuk olyan tekintetben, hogy az elvégzett munkának a bekerülési költségét 100%-ig fogja támogatni az újonnan felálló kormány. Ha bármi kérdésük van, akár az egészségügyel, akár országos vagy helyi szinten, akkor állok rendelkezésre. Igen, Lékó Sándor, Rajka Televízió. Kérdésem az lenne, hogy legfrissebb hír talán, hogy a Jobbik petíciót indít az oltások ellen, tehát a kötelező oltások ellen, hogy ennek milyen szerepe van a politikai szférában, tehát ez egy tájékozódás, vagy pedig ennek lesz valamilyen konkrét következménye, tehát időponttal, határidővel, népszavazás indítással, mennyire gondolták ezt végig? Nagyon jó volt a kérdés, ugye itt a fő hangsúly azon van, hogy nem az oltások ellen, hanem az oltások kötelezettsége ellen indítottuk a petíciót. A petíció az az előszobája egy országos népszavazási kezdeményezésnek. Én azt gondolom, hogy ezt az ország lakosságának túlnyomó többsége tudja támogatni. Egy igényfelmérés van folyamatban, hiszen azt láthatjuk, hogy a kormány a járványügyi kezelést azt a saját politikai akaratuknak megfelelően csinálja, hiszen közvélemény kutatásokat végeznek a tekintetben, hogy az ő általuk megalkotott járványügyi kezelések hogy hatnak az embereknek a mindennapjaira, és a válaszok alapján alakítják ki az ő politikai tevékenységüket és a járványkezelést. Orbán Viktor szavaival élve azt kell, hogy mondjam, ő azt mondta, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem hogy mit csinálok. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem lesz kötelező oltás. Rá két hónapra bevezették a kötelező oltást az egészségügyi szektorba, az állami szektorba, majd a fegyveres testületeknél is, de a fegyveres testületek oltási kötelezettségét kivezették április 3-a utáni időszakra. Vajon miért? Hát ugye mindenki tudja, egy kemény időpont. Április 3-án egy választás lesz. Választhatnak az emberek azon, hogy megtartják-e azt a kormányt, aki az oltások kötelezettsége mellett kiáll, vagy választanak egy új kormányt, amely az emberek akaratát fogja képviselni, akár a népszavazási kezdeményezések keresztül is. A másik az, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy lehet még jó a harmadik oltás, az még oké, elfogadjuk, de akkor utána milyen 5., 7. és 10., nem vagyok én, ementális sajt. Most már ott tartunk, hogy a 4. oltást is kérik az emberektől, hogy vegyék fel. Még egyszer hangsúlyozom, nem az oltások ellen, hanem a kötelezettség ellen van. Hiszen nekünk úgy kell járványt kezelni, hogy az a magyar embereknek megfelelő legyen. Vannak uniós országok, akik megpróbálják kötelezővé tenni, és a kiutazáshoz ezt is kérik. Minden magyar állampolgárnak jogában áll eldönteni azt, hogy felveszi az oltást, vagy másfajta védekezést gondolkodik a petíciónak és a lendő népszavazási kezdeményezésnek. Ez az alapja és ez a lényege. Említette, hogy 17 000 egészségügyi dolgozó hiányzik a rendszerből. Ez hogy viszonyul ahhoz a jósláshoz, illetve tényhez tulajdonképpen, akik tavaly február után hagyták ott az egészségügyet? Hogyan kell értékelni az 5000-es és a 17 000-es számot? Egyikben benne van a másik? Igen. Igen és nem, hiszen ez egy szerintem 12 év hanyagegészségügyi koncepciónak a hozadéka, ez a 17 ezer szám, és ez egy óriási létszámhiány, hiszen azt tapasztalhattuk, hogy a Covid időszakban, amit elmondtam, hogy osztályokat szüntettek meg ideiglenesen, járóbeteg szakrendeléseket szüneteltettek, osztályokat zártak be miatt, és csoportosítottak át dolgozókat, tehát ez mind-mind annak a hozadéka, hogy ennyi dolgozó hiányzik a rendszerből, és a Covid osztályokat próbálták meg ezzel ellensúlyozni a hiányt, oda átcsoportosítani dolgozókat. Ha ez a 17 ezer dolgozó, ez bennmarad a rendszerbe, akkor ezeknek a megszüntetéseknek, szüneteltetéseknek, kapacitás szüneteltetésnek nem lett volna értelme, hiszen ugyanúgy működhettek volna ezek az osztályok, ezek a szakrendelések, hiszen meg lett volna az a szakgárda, akik tudják ezt folyamatosan üzemeltetni.
Na most a csökkent színvonalú, fogalmazunk így, egészségügyi ellátást tekintve, most nem a Covid ellátásra gondolok, bár azzal is voltak gondok, a többi beteg ellátása hogyan alakult? Tehát nyilván vannak statisztikák arról, hogy az ellátatlanul maradt betegeknek mi lett a sorsa az elmúlt egy-két évben. Van erre valamilyen megközelítése? Sajnos azok a betegek, amelyek akár az egynapos ellátásból kimaradtak, hiszen azok most már lassan egy éve szünetelnek, az ő állapotuk valószínűleg, hogy romlott. Tehát ezt nagyon sok sebész is elmondta, hogy olyan fajta daganatos megbetegedésekkel találkozott, ami az elmúlt időszakban elhanyagolt volt, mivel nem jutott be akár a házi orvoshoz, akár szakrendelésre és sebészeti osztályra, illetve vannak olyan megbetegedések, köztük az epehólyag gyulladás, a sér, ami nem szűnik meg, az ő állapota nem javul, az csak súlyosabb lehet, és ez mind-mind majd a Covid időszak után ránehezül erre az egészségügyi ellátórendszerre. Hadd ragadja meg az alkalmat, hogy megkérdezem, hogy van-e a Jobbiknak kialakult véleménye az árstopról. Ugye még pár napja lépett csak érvénybe, de nyilván sok információ jutott el önökhöz ezzel kapcsolatban. Hogyan vélekednek a kisbolt tulajdonosok, hogyan vélekednek a vásárlók? Jobbik véleménye egyértelmű, nem árstopot kell csinálni, hanem az alapvető élelmiszereknek az áfáját kell csökkenteni. Kicsit nem elsősorban a csirkefarhákra gondolok, hanem az egyéb mindennapi használatban lévő konyhában megtalálható élelmiszerekre, amit egy átlag állampolgár használ, azoknak az áfáját kell csökkenteni. Ezt hangsúlyoztuk már ezelőtt két éve is, és most is ezt mondjuk, és a közeljövőben ezt fogjuk képviselni. És nagyjából ugye ez a kérdése lenne a pedagógus sztrájkról, ami szintén az elmúlt napokban, illetve a hét elején zajlott le. Elég sokan csatlakoztak hozzá, ez a félig tele, félig üres pár, azt mondják a pedagógusok, hogy 20 000-en csatlakoztak, a kormány azt mondja, hogy minden ötödik, hát de nagyjából ez ugyanezt jelenti. Ezzel kapcsolatban felmértéke például Ajkán és környékén, vagy a 3-as szám választókerületben, hogy hány iskola csatlakozott, eltérte az országos átlagtól, vagy hasonló volt ez is, mint általában? Azt kell úgy mondjam, hogy a 3-as számú választókerületben dolgozó pedagógusokra büszke vagyok, hiszen kiálltak a jogaikért, kiálltak az mellett, azok mellett az elképzelések mellett, amit a szakszervezet is hangsúlyozott. Tapolcán több pedagógus felhívott, hogy őket már meg is fenyegették, tehát hogy tekintsenek el ettől a sztrájktól, de ők nem engedtek ennek a fenyegetésnek, ezért végtelenül büszke vagyok rájuk. Ajkán is ugyanez volt a helyzet. Azt gondolom, hogy azokat a terveket, törekvéseket, amelyeket kitűztek célul, az új kormány megvalósítási fázisban fogja. Vagyis emeljük a pedagógusok bérét, hiszen elképzelhetetlen ma Magyarországon szerintem az, és felháborító az, hogy egy kezdő pedagógus 150 000 forint nettóért tanítsa a gyermekünket, az unikáinkat, és ő belőlük kiváló állampolgárok nevelje. 150 000, ez nevetséges. Ugye ez vonatkozik mondjuk a szabad tankönyvválasztás és egyéb körülményekre is? Természetesen minden egyes olyan pontok, amelyek a szakszervezet és a pedagógusok is megfogalmaztak, az teljes messzeleségünk.